Köszöntöm nézőinket, Önök Hozam című gazdasági magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mi fért mai műsorunkba. Sikeres évet zárt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatósága. A cél kiváló szakemberek képzése. Júniusban ünnepeltük a tej világnapját. 2021-ben elszálltak a gabonák árai. A következő percekben vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatóságának elnöke foglalja össze a szervezet 2021-es évi tevékenységét. Többek között szó lesz a kamara által nyújtott új szolgáltatásokról, pályorientációról, illetve szakmai rendezvényekről. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2021-ben is egy sikeres és aktív évet zárt, mind országosan, mind megyei szinten. Vendég Edit, Tolna megyei elnök azt mondja, a járványhelyzet ellenére mindent megtettek annak érdekében, hogy a gazdálkodók utóbbiból minél kevesebbet érezzenek, és hogy gördülékenyen menjenek az ügyintézések. Nagyon fontos volt főleg a falugazdászainknak az elérhetősége a tavasz folyamán, amikor az egységes támogatási kérelmek beadási idő szaka volt, mert a Tolna megyei gazdálkodóknak a 70%-a falugazdász segítséggel adja be az egységes kérelmet. Ez a több mint 5000 beadott kérelemből 3550 darabot jelentett. A falugazdászok nagy segítséget nyújtottak továbbá a kamarai tagjainknak a január 1-én életbe lépett új családi gazdálkodói törvény megvalósítása kapcsán, tájékoztatásban, információban, ügyintézésben elég sok nyilvántartásba vételi problémás esetünk volt, úgyhogy szinte napi kapcsolatot tartottunk a Nébiknek az illetékes igazgatóságával, és ezeket a panaszokat egyedileg próbáltuk megkezelni. A tudásátadás és információátadás kapcsán a falugazdászok több mint 60 kiscsoportos tájékoztatót tartottak a megyébe különböző témákról. Szakmai rendezvényeket is tartottunk az idei évben. Ki szeretném emelni két roadshow-nkat, az egyiket az aratás előtt tartottuk, aratásra való felkészítés kapcsán a megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a másik roadshow-nk pedig a Precíziós Mini Akadémia keretén belül zajlott. Itt 5 napon keresztül 5 helyszínen mutattuk be szántóföldi körülmények között a precíziós talajművelőgépeket. Vendég Edit elmondása szerint a kamara immár 7. éve látja el a helyi földbizottsági feladatokat. Tolna megyében 104 települési agrárgazdasági bizottság működik, és ennek több mint 650 tagja vesz részt a véleményezésekben. Az idei évben több mint 3000 adásvételt véleményeztünk, és ebből 196 esetben éltek elővásárlási jogukkal a gazdálkodók. A földforgalmi ügyekhez kapcsolódóan szeretném elmondani, hogy nagy előrelépést tettünk ugye a 2021-es évben, mert életbe lépett az osztatlan közös földterületek megszüntetéséről szóló törvény. A falugazdászok a jogszabállyal kapcsolatosan is és az osztóprogrammal kapcsolatosan is kaptak tájékoztatást és képzést, ezért információval és ügyintézéssel is akár tudják segíteni ezeket a folyamatokat. Földforgalomnál maradva, a jövő évi hatalmas nagy feladatunk lesz, úgy vélem, hogy 2022. július 1-től hasonlóan az adásvételi szerződésekhez a földhaszonbérleti szerződések esetében is véleményezési jogot szerzett az Agrárgazdasági Kamara. Tehát azokban az esetekben, hogyha a Települési Agrárgazdasági Bizottság jelzi felénk, hogy adott földhaszonbérleti szerződés kapcsán valamilyen gond van, vagy aggályosnak ítélik meg, akkor be tudunk lépni ebbe az eljárásba is. A szervezet a szakember utánpótlásra is nagy figyelmet fordít. Komoly pályorientációs tevékenységet is végzünk, hogy az agrár- és élelmiszeripari beiskolázás megfelelő létszámú legyen, és az ágazatoknak a szakember utánpótlása meglegyen a jövőben. Mind a két agrárszakképző intézményben a nyár folyamán megtartottuk az egyhetes szakmakóstoló pályorientációs programot, és az ősz folyamán mindkét szakiskolánkban két-két pályorientációs nyílt napot is tartottunk közösen természetesen az iskolával. Jelentős társadalmi szerepvállalásunk
Magyarok kenyere 15 millió búzaszem program, aminek az adománygyűjtését koordináljuk. Az idei évben 91 gazdálkodótól közel 9,5 tonna búzaadomány gyűlt össze. A Tolna megyei szakképzési centrum Apácai Csere János Technikum és Kollégiumban mindenkori cél, hogy magasan képzett, a tudásukat jól kamatoztatni tudó szakemberek kerüljenek ki az iskola falai közül. Főként technikumi osztályokat indítanak, így a diákok nem csak szakmára tesznek szert, hanem érettségit is szereznek az oktatás 5 éve alatt. A Tolna megyei szakképzési centrum Apácai Csere János Technikum és Kollégium egy több mint 100 éves múltra visszatekintő oktatási intézmény. A hagyományok ápolása mellett a folyamatos megújulás is jellemzi az iskolát. A szakképzésben rejlő új lehetőségek bővülésének köszönhetően az utóbbi években, az utóbbi 2 évben létszámgyarapodást tapasztaltunk az iskolában, és ez azt jelenti, hogy nem csak a 9. évfolyamosok jelentkezésen látszik meg ez a létszámgyarapodás, hanem a felnőttek is megjelentek az iskola falain belül. A magyar nagyvállalatok támogatásával képzünk munkaerőt, és az mellett, hogy ezek a képzések azért nem a legkönnyebbek, de a munkaerőpiacon nagyon jó elhelyezkedési lehetőségeket biztosítanak. Az új szakképzésnek köszönhetően ösztöndíjat tudunk fizetni a diákjainknak, illetve, hogyha duális képzésben vállalatoknál tanulnak, akkor munkaszerződéssel munkabért is kaphatnak. Az iskola nagyon jól felszerelt szaktantermekkel, a legújabb, legkorszerűbb technikai eszközökkel van ellátva, úgyhogy a képzéseinkben ezek nagy segítségünkre vannak, és folyamatosan bővítjük és korszerűsítjük az eszköztárunkat, hogy a legújabb és korszerűbb tudást tudjuk a diákoknak átadni. Az intézménybe az általános iskolából hozott pontok alapján külön felvételi vizsga nélkül kerülhetnek be a tanulók, és számos szak közül választhatnak. A 9-es diákokat főként technikusi képzésekkel várjuk. Ezekre a képzésekre az jellemző, hogy 5 évesek, és a technikumi végzettség mellé érettségi vizsgát is adnak, ami a felsőoktatásban, a továbbtanulásban is megnyitja a lehetőséget számukra, pláne, hogy a szakirányban tanulnak tovább. Közlekedés és szállítmányozás ágazaton belül a vasútforgalmi szolgálattevő technikus képzést indítjuk. Ez elsősorban azoknak szól, akik a vasúti közlekedés, illetve a légi, illetve a közúti közlekedés iránt érdeklődnek, és ennek az irányításában szeretnének a továbbiakban gondolkodni. Gazdálkodás és menedzsment ágazaton belül a pénzügyi számviteli ügyintéző képzéssel várjuk az érdeklődőket. Informatika és távközlés ágazaton belül a szoftverfejlesztő és technikus képzéssel várjuk a hozzánk jelentkezőket. Ennek a képzésnek a specialitása az, hogy a Budapest School-lal közösen jött létre ilyen pilot jelleggel ez a dolog, és az ő módszertanukkal képezzük a diákokat a legmodernebb technikai eszközök segítségével, és nagyon fontos, hogy az egyéni támogatás, tehát minden diáknak külön mentora van, és egyénileg támogatjuk őket a tanulásban. Rendészet és közszolgálat ágazaton belül a közszolgálati technikus képzésünk, ami jelen pillanatban a 9-esek számára egy nyitott dolog. A rendőrség, katasztrófavédelem, tűzoltóság irányába, aki szeretne esetleg mozdulni, nekik ajánlott ez a szak. Nagyon jó fizikai erőlét kell, és hát nyilván egy példás magaviselet erre a szakra. A gépészet ágazatban a vasúti járműszerelő technikus képzéssel várjuk az érdeklődőket. Elsősorban a fiúknak ajánlanám ezt a szakmát, aki esetleg nem sajnálja beolajozni a kezét, és a gépészet iránt a különböző ilyen fémes eszközök iránt érdeklődik. Nagy örömünkre az oktatás ágazaton belül jövőre tudjuk indítani az oktatási szakasszisztens képzésünket, ami most már technikumi képzésként annak minden előnyével tud indulni. Ide elsősorban azokat várjuk, akik az oktatásban, óvodákban, esetleg pedagógiában szeretnének továbbiakban gondolkodni, és iskolákban, óvodákban, bölcsödékben, esetleg szociális otthonokban dolgoznának. A vasút megkeresésére indítjuk el az elektronika és elektrotechnika ágazaton belül a közlekedés automatikai technikus képzésünket. Ez egy új képzésként fog a következő évtől indulni. Elsősorban azokat várjuk ide, akiket az elektronika, elektromos áramkörök, illetve jelzőberendezések és a közlekedés biztonság technikája érdekel. Az iskola rendelkezik egy okos tanteremmel, a legkorszerűbb eszközökkel felszerelve, emellett pedig egy a környéken egyedülálló természettudományi labor is megtalálható az intézményben.
nem csak a saját diákjaink, hanem a külsős partner intézményeinknek a diákjai is ellátogathatnak, és használhatják az eszközöket, és nagyon, nagyon érdekes kísérleteket végezhetnek a természettudományos tárgyak tekintetében. A vidékről érkező diákokat egy jól felszerelt kollégium várja. Nyilván a diákok elsősorban tanulni jönnek hozzánk, de a tanulás mellett azért időt kell szakítaniuk sokszor a szabadidő eltöltésére is, és az iskola ebben is bőven segítségükre van. Nagyon sok hagyományos rendezvényünk van, ballagás, szalagtűző, amiket minden évben megtartunk, illetve szoktunk tavasszal rendezni kifejezetten apácai napokat, ilyen diáknap jelleggel, ahol a diákoknak különböző érdekes sportrendezvények, vetélkedők és olyan dolgok vannak, amik ezeket a fiatalokat érdekelhetik. Június 1-én ünnepeltük a Tejvilágnapját. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet a tej pozitív élettani hatásaira és a kálcium bevitel fontosságára. A statisztikai adatok szerint évről évre egyre több hazai terméket fogyasztunk. A szakérték szerint a magyarországi boltok polcain már közel 95%-ban csak hazai tejeket találunk. 1957-től ünnepeljük a Tejvilágnapját, de konkrét dátuma június 1-e csak 2001 óta van. Felmérések szerint egyre több hazai tejterméket fogyasztunk, a boltok polcain pedig már közel 95%-ban csak Magyarországon készített tejjel találkozhatunk. Sokan nem tudják, hogy a tejfogyasztásnak rengeteg pozitív élettani hatása van. Többek között hatékony az alvászavar ellen, és nem utolsó sorban a benne lévő kálciumra is szüksége van az embernek. A Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium tangazdaságában is foglalkoznak az állattartással, többek között a tehenekkel. 17 tehenünk van, ebből 2 magyar tarka, és van egy magyar tarka vemhes üszünk, ezekkel folytatjuk itt a gazdálkodást. Ezt a gazdálkodást azért idézőjelbe tenném olyan szempontból, hogy mivel tanüzem, tangazdaság, itt az elsőrendű cél az oktatás, a gyerekeknek a képzése. Természetesen attól függetlenül próbálunk olyan üzemi körülményeket is biztosítani, és úgy gazdálkodni, hogy azért ebből egy jelentős árbevételt tudjunk az iskolának, illetőleg hát a Déli Agrár Szakképző Centrumnak összehozni. Jelen pillanatban a 17 tehenünkből 14-et fejünk, a többi szárazon áll, ellésre várakozik. Mai nap, illetőleg hát most már hónapok óta folyamatosan azt tudjuk mondani, hogy körülbelül olyan 28 és 30 liter között van a fejési átlagunk, tehát mintha minden egyes tején annyi-annyi tejet adna. A tejünk értékesítése az zömében a tolna tej felé történik, nagy üzem felé, de elég számottevő mennyiség, több száz liter minden hónapban, amit szekszárdiak, környékbeliek, kisvásárlók, magánszemélyek ugye elvisznek. A 14 fejős tehén tehát naponta összesen közel 400 liter tejet ad, ez egy hónapban akár elérheti a 12 000 litert is. A tangazdaság vezetője úgy nyilatkozott, van igény a házi tejre, egyre több magánszemély keresi fel őket és vásárol a mért adatok szerint is kiváló minőségű tejükből. Koncentráltabb, beltartalmasabb tej, frissebb az a tej, tehát ugye szabvány szerint is az a tej, aminek az alkotó részeiből nem veszünk el semmit és nem is teszünk hozzá. Ez pedig már egy kis tejfeldolgozó, sajtkészítő műhely. Kincses Molnár Rózsa épp a Parenyica sajt kinyújtási technikáját mutatja stábunknak. Rózsa 5 évvel ezelőtt keftelésből kezdett el foglalkozni a sajtkészítéssel. Igazából nagyon szeretjük a sajtokat, volt a családban tehén, és akkor így adott volt, hogy hát, ha van tej, akkor próbáljuk meg. Nagyon sokáig azt gondoltam, hogy ennek hobbinak kell maradnia, mert nagyon élvezem, és ez addig fogom élvezni, amíg hobbi, amíg nem kötelesség, muszáj jönni és csinálni. És hát aztán a férjem megelégelte, hogy a panellakás 3. emeletére 50 liter tejeket kell felhordani, és hát mondta, hogy itt valamit most már kezdeni kell ezzel, és a szüleimet rábeszéltük, hogy itt van egy kis garázs, ami tökéletes lenne egy műhelynek, és tavaly augusztusra átalakítottuk, és akkor azóta kistermelőként itt készítjük a sajtokat. A kincses sajtműhelyben heti szinten körülbelül 500 liter tejet dolgoznak fel, és készítenek belőle mindenféle sajtot. Hosszú távú terveik vannak a hobbinak indult tevékenységgel. Szeretnénk az állatállományt fejleszteni, és hát reméljük, hogy hamarosan kinőjük a műhelyt. Igazából már elég jól be van rendezve, vagy hát már eléggé szépen növekszünk, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan egy nagyobb helyre kell költöznünk. Én azt gondolom, hogy most reneszánsza van ennek, és nagyon sokan a minőségi termékeket szeretnék vásárolni, és igyekszünk, hogy minél jobb minőségi termékeket állíthassunk elő.
De bármennyire is fellendülőben van a kistermelői iparág, nem helyettesítheti és nem is befolyásolhatja a nagyüzemi tejtermékgyártást. A szekszárdi székhelyű tejipari cég például az elmúlt 3 évben több mint 80 millió literrel tudta növelni az éves tejfeldolgozását. Most is épp egy nagy fejlesztést hajtanak végre. Mi 2019-ben elkezdtünk egy nagyon komoly beruházási programot, és ez tartani fog egészen 2023-ig, tehát ez egy 5 éven keresztül átívelő fejlesztési program, amelynek keretében 16 milliárd forintos összeggel fogjuk létrehozni azokat a beruházásokat, amelyek a Tolna Tej Zrt-nek a jövőjét meg fogják határozni. Ennek a programnak a keretében egyrészt létrehoztunk 2 milliárd forintos keretösszeggel egy UHT termékcsalád gyártására alkalmas üzemrészt, amellyel nagyon nagy mértékben sikerült növelni az árbevételünket. A fejlesztési programnak a második részében pedig létrehozzuk Közép-Kelet-Európa legnagyobb kapacitású, éves szinte mintegy 20 millió kilogramm félkemény sajt gyártására alkalmas sajtüzemét. Én azt gondolom, hogy ez óriási nagy áttörés lesz, és meg fogja határozni a cégnek a jövőjét. Jelenleg nagyságrendileg 13 millió kilogramm sajtot állítunk elő évente. Ezt tudjuk majd az új üzemmel 3, vagy esetleg egy kicsit több év alatt 20 millió kilogrammra emelni. A számok azt mutatják, hogy a Tolna megyei cég fejlődése töretlen. Még a rendszerváltás tájékán körülbelül 90 millió liter tejet dolgozott föl cégünk. Ez a szám ma már 260 millió éves mennyiséget ért el, de az utóbbi 3 évben is hatalmas volt a növekedés ezen számokon belül, hiszen 3 évvel ezelőtt még csak 180 millió liter tejet dolgoztunk fel. Ezzel párhuzamos a cég árbevételének is a növekedése. 3 éve 30 milliárd forintos árbevételünk volt, a tavaly évben pedig már megközelítette az 50 milliárd forintos árbevételt. Én azt gondolom, hogy Magyarországon még nagyon komoly előrelépési lehetősége van annak, hogy növeljük a magyar termékek arányát a polcokon, hiszen pont a sajt kategória az, ahol nagyságrendileg azt lehet mondani, hogy az értékesített sajtok 45%-a az, ami Magyarországon készült. Nyilván nekünk az a célunk, hogy ez minél magasabb legyen ez a százalékos arány, elérjük valahol a 80-90%-os értéket. A cég napi 800 ezer liter tejet dolgoz fel, melyet az ország 12 megyéjéből 125 partnertől vásárolnak fel. A cég vezérigazgatója elmondta, csak hazai tejjel dolgoznak, így támogatni tudják a magyarországi termelőket. Ennek ellenére azt vesszük észre, hogy a tej és a tejtermékek ára is egyre csak emelkedik. Hart Zoltán, a Tejterméktanács ügyvezetője úgy nyilatkozott, az árnövekedést sok tényező befolyásolja. Hát az előző havi átlagár az 111 forint Magyarországon. Ez egy jellemzően havi kötés a szereplőknek jelenteni kell, és ezután megjelenik egy országos átlag. Nagyon fontos tényező még a kiviteli ár, hiszen a hazai nyerstej termelés 10-12%-át kamionos formában kivisszük, néha nyerstej, néha fölözött tej formájában, és fontos szempont még az uniós átlagár. Ezek azok a képletek, amelyekből hát megkapjuk az árat, nyilván ez a tejtermelő és a feldolgozó alkúja, a szerződésben rögzítik ezt az árat, nagyon sok befolyásoló tényező van, a takarmánytól kezdve munkabéren át, forint-euro árfolyam, különböző input költségek, tehát ez az ár, ez továbbra is a tejtermelő és a feldolgozó ügye, nekik kell megállapodni, vagy nekik kell meghatározni egy olyan képletet, egy képletben egy szempontrendszert, amely megadja a tejárát. Például függhet ez a beltartalomtól is, fehérje zsírtartalomtól. Tehát nagyjából ez egy egyszerű kérdés, de egy túl komplex válasz. Ez a tej bekerül, ha nem hagyja el az országot, akkor feldolgozóba kerül, ahol különböző irányok szerint feldolgozzák. Ugye fogyasztói folyadéktejek, amikor gyakorlatilag zsírbeállítás, illetve pasztőrözés történik, és ezután kerül a dobozba. A másik irány, amikor magasabb feldolgozottsági fokú termék, tehát több élő munka vagy több technológia szükséges, vaj, sajt, joghurtok, és hát azt gondolom, hogy hosszan sorolhatnám egészen a túródesszertekig, hogy mennyi minden történhet, mennyi minden tejtermékre találkozhatunk a bolcokban, ugye? Hart Zoltán hozzátette, hazánkban vaj, joghurt és sajtok gyártása terén van még hova fejlődni. Mára elmondhatjuk azt, hogy a fogyasztói folyadéktejek 99, inkább azt mondom, hogy 95%-a Magyarországon került kifejlésre, feldolgozásra és
így került a polcra. Egy-két helyen van még kínálatbővítési jellegű külföldi tej, de azt gondolom, hogy az unió tagjaként igenis lehet a polcon külföldi termék. Itt az a kérdés, hogy ugye milyen egyenlő versenyfeltételekkel kerüljön ide. Sokkal rosszabb a helyzet más termékeknél. Azt gondolom, hogy tejföld túró az, amire azt mondhatnám, hogy ilyen kefír, azt mondom, hogy 80-85%-ban magyar, nyilván itt most termékenként, lánconként eltérő, de a következő már drasztikus eredmény az a sajtoknál. Én azt mondom, hogy nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy minden második kilogramm félkemény sajt még mindig import eredetű, de ennél is rosszabb a helyzet a vajaknál, joghurtoknál, ahol hát van olyan kis kereskedelmi lánc, ugye a Nébi kutatás alapján, amelynél 15%-ot sem ér el egyes tejterméknél a hazai eredet, vagy 25%-nál áll sok helyen a baj. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos feladat mindannyiunknak. Ugye ezek azt a nyers tejet, amiből ezek a tejtermékek előállíthatók lennének, azokat kivisszük az országból kamionos formában, amennyiben, és nagyon örülünk annak, hogy szinte minden feldolgozónál beruházás zajlik ma Magyarországon. Amennyiben ezek a beruházások szép lassan befejeződnek a külföldre, ma még külföldre kiszállított tejet itthon tartanánk, itthon dolgoznánk fel, akkor vissza lehetne szerezni ezen polc részeket. Az ügyvezető hozzátette, a tejtermék fogyasztást ösztönözni, bővíteni kell, mert az európai átlagtól még így is el vagyunk maradva. Márciusban arról számoltunk be, hogy szakértők szerint történelmi magasságokba emelkedhet az idei új búza ára. Ez pedig a liszt és a kenyér árának változását eredményezi. A piacon már kint lévő kereskedői ajánlatok ugyanis 70 ezer forintos búzaárat tartalmaznak. Ilyen magasról Magyarországon még soha nem indult az új búzaára. Nem csak szépre szép a búza és az árpa baranyában, hanem a csillogó levelek arra utalnak, hogy egészséges is. A búza drágulása miatt tovább emelkedhet a liszt és ezzel minden lisztet tartalmazó élelmiszer ára. A kilátások nem jók, mára már 70 ezer forintra drágult egy tonna étkezési búza, miközben az aratás után 50 ezer forintról indult. Azt látjuk már, hogy az előszerződéses kötések, ami az idei évre köttetnek, azok már sokkal magasabb áron köttetnek, mint ami tavaly ősszel eladtuk a terményeinket, vagy a tavaly nyár folyamán. Tavaly nyár folyamán körülbelül egy étkezési búzának az ára az ilyen 5500 és 6000 forint között volt. Most jelen pillanatban a kötési lehetőség már most 6500 forinton van. Én úgy gondolom, hogy ez szezonban még följebb fog menni. Ennek nagyon sok összetevője van. Itt, ha visszatekintünk hosszú távra, 30 évvel ezelőtt a gépáraknak egész más ára volt, most megint más ára van. De ha rövid távon visszatekintünk, akkor tavaly a műtrágyát 5000 forintért tudtuk megvásárolni, az idén meg 8000, és ma hallom, most már lassan 9000 felé közelít. Tehát az input anyagok, vetőmag, gépárak, technológia, minden ebbe az irányba mutat. A világpiacra termelnek a gazdák, a gazdaságaink. Én úgy gondolom, hogy a magyar áru igenis jó áru, keresett áru, a világpiacon is egy keresett áru. Én inkább itt arra hívnám fel a figyelmet, hogy a vásárlóerőnek meg kéne különböztetni a jó helyi terméket és a dömping terméket, mert a nagy üzlethálózatok azokat árulják, a nagy dömping termékeket, és ha a vásárlóink azokat veszik, akkor az ő malmaira hajtjuk a vizet sajnos, mert őnáluk csapódik le akkor a profit, a nyereség, és ő ezáltal még több ilyen dömpingárut tudnak ránk szórni. Én úgy gondolom, hogy a magyar termékbe bízzanak a vásárlók, a magyar terméket keressék és vásárolják. A Mohácsi malomban naponta 8-10 tonna búzát dolgoznak föl. A szakemberek szerint az áremelés nélkül nem bírná ki az ágazat ezt az évet. Így a januári után áprilisban újabb lisztáremelés következhet. A kenyérben átlagosan 70% a lisztaránya és a költségek mintegy egyharmadát teszik ki az alapanyag. Kovács Emese Pécsi Pék szerint nagy gondot okoz, ha 10%-nál többet emelkednek az árak. Különböző találgatásokat lehet hallani, hogy milyen mértékű áremelés várható, hiszen nem volt a tavalyi év sem túl jó a gabonatermésben, és azóta is ugye nagyon az időjárás nem kedvez a gabonatermésnek, nagyon kevés volt a csapadék. Elhangzottak már 20-30, akár 40%-os számok is, nem tudom, hogy mi lesz belőle az igazság, azt gondolom, hogy van egy olyan szint, amit már egész egyszerűen nem lehet majd fölvállalni. Én úgy gondolom most első hallásra, látásra, hogy ha egy 10%-os áremelkedés várható a lisztek árában, azt még az ember benyeri.
feltéve, hogy a más adalékanyag, hát amit használok, magvakat, olaj, tejtermékek, stb. Árai nem változnak, de hogyha 10%-ot meghaladó mértékű lesz a liszt árának a változása, akkor abból valamennyit muszáj lesz áthárítani ahhoz, hogy életképesek tudjunk maradni. Sági Tibor egy Paksi gabonakereskedelemmel foglalkozó cég ügyvezető igazgatója. Azt mondja, több oka is van a gabona áremelésének. Véleményem szerint ennek két oka van. Az egyik ok, ez egy egyszerű ok, minden válság, minden világválság, vagy akár regionális válság esetében is az emberek olyan dologba szeretik a pénzüket fektetni, ami fogható. Nyersanyagokba, gabonába, fémekbe és egyéb fogható dolgokba a pénzügyi szektorból áthelyezik a pénzeiket, és ugye nyilván ez egy keresletet generál, és ez a kereslet, ez ugye emelni szokta az árakat. Ez egyik fontos összetevője, hogy itt most a válság, az a pandémia. Nagyon sok ember bizonytalanságot érez, és ilyenkor jellemzően a piacok fogható árukba menekülnek, oda teszik a pénzüket. A másik nagyon fontos okozója ennek az extrém méretű és hirtelen történt gabona áremelkedésnek, az pedig egyértelműen Kínának a vásárló ereje. Kína a jellemző piacairól, politikai és egyéb más okokból is hát kénytelen volt továbbállni, és eljött szétnézni a Fekete-tengerre, ugye ahova a magyarországi áruk is nagy százalékban kerülnek, és onnan mennek aztán a végső felhasználási helyeikre, a Közel-Keletre, a Földkő-tengernek a medencébe. Ugye ezek a mi konvencionális piacaink, nem Kína, és ezen a piacon, ami azért a világpiac szempontjából nem a legmeghatározóbb, megjelent egy óriási vásárló, aki ugye másfél milliárd embert szeretne etetni, jó minőségű búzával, és ez a vásárló itt megjelent, és ennek következményeképpen az árak ilyen mértékben megemelkedtek. A kínai államnak a felvásárolni kívánt mennyiségét nem ismerjük, de jelen pillanatban magyar nagyon magasan tartja az árakat. Ami még ehhez hozzájárul, hogy a búza ilyen mértékben megemelkedett, és ezt persze ugye nyilván a lisztnek az emelkedését is ez okozta, az, hogy az oroszok, akik ugye néhány évvel ezelőtt még importőrök voltak, most már exportőrként jelentkeznek a világpiacon, ott pedig az orosz állam egy exportbüntető vámmal próbálta a gabona mennyiségeket az országban tartani, szintén a pandémiára hivatkozva, gyakorlatilag 20 dollárról büntetett minden egyes tonna búza exportot, tehát ez még nagyobb hiányt generált a Fekete-tengeren és a Földkő-tenger medencében, hiszen az orosz áru csak büntetések árán kerültett erre a piacra. A búza ár jellemzően minden nyersanyag ár, de ez nem csak az élelmiszeriparban igaz, hanem bárhol, hogyha az alapanyag ár emelkedik, tegyük föl 20-30%-kal, akkor a feldolgozott termékek jellemzően egy picivel ennél nagyobb, azaz 30-40%-kal is képesek emelkedni, hiszen ugye minden feldolgozott termékben még van elég sok hozzáadott érték, tehát ezek ugye emelik az árakat, és röviden összefoglalva ez a sajátos piaci helyzet, világpiaci helyzet Magyarországra történő begyűrűzése okozta ezt a nyersanyag, majd abból következő feldolgozott termék árrobbanást. Hozam című gazdasági magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, és magam, valamint kollégáim nevében is sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kívánok önöknek, viszontlátásra! A műsor támogatói: Tolna megyei szakképzési centrum, Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara.